Safari mandugu zangu hii kuna kupanda hii kuna kushuka Kongo maisha ni kama safari mandugu zangu hii kuna milima hii kuna mabonde kuna milima 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 kuna mabonde ukienda utaona utafika mwisho kuna milima 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 kuna mabonde ukienda Megvalósulás előtt egy nagy vágyálom. Újra Afrikában vagyok, végre eljuthatok a Malawi-tóhoz. Budapest, London, Nairobi az útvonal. Ahonnan a reggeli órákban indulunk tovább, repülőútunk végállomása felé. Baba na mama, sipe moyo mbogu Tutaomba yawe, hata tubariki Kaka na dada Viszonylag alacsonyan repülünk. Így érdekes, tipikus afrikai tájak váltakoznak alattunk. A képernyőnkön pontosan nyomon tudjuk követni útirányunkat. A térképen jól kivehető a nagy-kelet-afrikai árok, melyben feljebb a Tanganyika, alá pedig a Malawi-tó helyezkedik el. Jó másfél órás út után látjuk meg a tavat, melynek meghódítására készülünk. Vagyis, hogy pontosítsak, csak egy kis szeretkéjének meghódítására, mert a Malawi-tó hatalmas nagysága, 600 km hosszúsága, mint a három Magyarországot egymás fölé helyeznénk, és átlagban 7 km-es szélessége, ezt a tényt eleve kizárja. Tisztán kivehető a tanzániai Cape Kaiser. A másik oldalon már a Malawi partoknál Chilumba. Majd a tóra jellemző, sok kis öböllel tagolt partszakaszt láthatunk. Anaka laguna, amiután egy hosszú, mocsaras, homokos partszakasz következik. Mi csak a déli részekbe fogunk kisé belekóstolni. A többes szám családi vállalkozást takar, mivel most, nagy örömömre, Emese lányom is az útitársam. Exotikus hangzású Lilongwe, a Malawi köztársaság fővárosa, stílszerűen virágzó jacaranda fák látványával fogad. Yeah.
Afrika meleg szívéről, vagyis a Malawi köztársaságról, azon kívül, hogy amint látjuk, baloldali a közlekedési rend, azt illik tudni, hogy nagyon szegény ország. Lakosainak száma 10 millió körüli. Dohány, kávé, tea és cukornád a legjelentősebb mezőgazdasági termékei. Több mint 10 népcsoport alkotja a lakosságot. A hivatalos nyelv az angol, de a legtöbben a csicsave nyelvet beszélik. Malawi turisztikai szempontból biztonságosnak mondható. Az itt élő emberek barátságosak. Közben megérkezünk a Kambiri Pointi leágazáshoz, ahol az út már kissé rosszabb állagúvá válik. Az első pillantás a tóra és a Namalendji szigetre. Szálláshelyünk a Red Zebra Lodge, a Stuart Grant birodalom vendégháza. Stuart Grant eredetileg angol illetőségű úriember, aki 1972-ben jött egy kis látogatásra a tóhoz, azóta itt ragadt, különben a Malawitó legnagyobb díszhal befogó telepének tulajdonosa. Hajnalodik. Még alszik az egész telep. Megélem első Malawi napfelkeltémet. Egy pillantás a térképre, mostani kirándulásunkat a Monkey-öbölbeli szigetekhez tesszük. Első merülési pont a Zimbabwe szikla után a Tambi West sziget, Csembe faluban megalszunk, onnan meglátogatjuk a kis Otter szigetet, majd a Mambo sziget az irány. Végezetül még merülünk a Maleri sziget csoport legkisebbjénél, a Nakatenga szigetnél. Vidáman készülődünk első útunkra. A Lord Justin fel van szerelve motoros agregátorral, amely útközben is fel tudja tölteni sűrített levegővel búvár palackjainkat. Emese, Richard az Egyesült Államokból, Jody és Joy Kanadából, Toronto mellől érkeztek. Elől Ed Connings beszéli meg rádión keresztül a teendőket Stuart Grant-tel. Ez a Dombwe sziget mellett épp hogy a vízből kiemelkedő kis szirtfok, a Zimbabwe Rock. Készülődés a merülésre, Emese, Ed Connings felesége és leánya csak alapfelszereléssel búvárkodik. Just like a ghost, so silently she glides along beneath the sea.
just like a ghost, so silently she glides along beneath the sea. Az itt élő legjellegzetesebb sügérfaj, az Otopharynx litobates sárgafejű színváltozata a sulfurhead. A kissé bizonytalanra sikerült első merülés és az első víz alatti videózás után a Dombues sziget mellett haladunk el, majd Tambi West sziget az irány. Közben Larry, a harmadik kanadai, és Ed laptopon az imént készített fotóikat nézegetik. Az idilli Tambüves szigetnél ér minket el a naplemente. Az éjszakát Csembe faluban egy majdnem igazi motelben töltöttük, ahol egy majdnem igazi pizzát is ettünk. A reggeli behajózás előtt társaságunk tagjai a helyi kézművesek igazán szép bizsúik között válogathattak. A varázslatos Otter Point a következő helyszín, ahol őszinte sajnálatomra nem tudtam filmezni, mivel még nem töltődött fel az akkumulátorom. A meredek partú Mambo-szigetnél is csak felszínen tudok videózni.